Szeretettel üdvözlöm a klub régi és új tagjait. Szeretettel köszöntöm Pogácsa Zoltánt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docensét. Többi címedet most nem fogom elsorolni, de szerintem a megjelentek nagyjából úgy is tudják. Kivettem magamnak egy idézetet tőled, nem fogom részleteiben felolvasni. Itt Ferenc pápáról és a menekültekről van szó. És úgy tudom, hogy a közeli napokban vagy hetekben Ferenc pápa a Lesbos szigetére fog látogatni. Lampedusán már járt, ha jól emlékszem. És tett egy tréfás, félig tréfás megjegyzést, hogy reméli, hogy nem argentin migránsnak fogják őt ott tekinteni, és nem úgy fognak vele bánni. De ez hozzátette ő azt, hogy hát ez egy találkozó is lesz tulajdonképpen a konstantinápolyi és az aténi kollégájával is. Nagyon tudom, hogy már második találkozójuk lesz. Milyen folyamatot látsz te, ha ezt a három pápát, az ő politikájukat vagy egyházpolitikájukat végignézed? Milyen hatással van ez a katolikus egyházra, és milyen hatással lehet ez az emberiségre? Húha, jó mély víz. Jó mély víz rögtön az első kérdés. Hát én közgazdász vagyok, tehát nem vagyok sem egyház szakértő, sem jó, semmi más. Jó, belementünk, hogy nem vagy, igen. Tudásom nincsen. Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, amit itt laikusként gondolok erről az egészről. Én azt látom, hogy hogy szerintem egy olyan egyház vezetőnek, mint a pápa feladata, hogy azon kívül, hogy természetesen az adott egyháznak a liturgikus rutinját működtesse, ezen kívül valami fajta ilyen társadalmi missziót, vezetést, tehát egy ilyen aktív vezetői szerepet töltsön be az embereknek világtörténéseihez való értékelvű odafordulása tekintetében, és én azt láttam, hogy mondjuk II. János Pál ezt elég jól csinálta, Ratzinger egyáltalán nem, én nem tudom miért mondott le, de lehet, hogy egyébként azért, mert nem is igazán érezte magát erre alkalmasnak, tehát hogy elég passzív személyiség volt, és nem látszott az, hogy aktivizálta volna magát még az egyházon belül sem, nem hogy azon túl, és hát aki a legjobban csinálja, ez szerintem Ferenc pápa, aki ugye mondjuk II. János Pál inkább csak utazgatott, megpróbálta a különböző egyházak közötti mondjuk felekezeti közeledést elősegíteni, eléggé közvetlen személyiség volt, de mondjuk Ferencnek kifejezetten tartalmi állításai vannak, és kifejezetten állást foglal mondjuk a világtörténéseivel és közéleti kérdésekkel kapcsolatosan, amit én egyébként egy olyan dolognak érzek, ami jó és hasznos, mert hogy szerintem nagyon fontos, hogy valami fajta értékorientációt is adjon az embereknek, és ezt szerintem Ferenc pápa teszi, és ezért a három pápa közül én őt érzem a leginkább szerepbe illőnek, és hát egy olyan korban élünk, ami elképesztően problémássá vált hirtelen, tehát ahhoz képest, hogy öt évvel ezelőtt nem éreztük ennyire terheltnek a világpolitikát, most hirtelen elég sok ilyen nehéz és nagyon, majdnem, hogy apokaliptikus problémával állunk szembe, és hát én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés, hogy egy megfelelő ember a megfelelő időben, a megfelelő helyen van, én ezt látom Ferenc pápában. Beer Miklós püspököt, a Váci püspök, őt néha a mi Ferenc pápánknak is, a magyarok Ferenc pápájának is szokták nevezni, azok, akik szimpatizálnak vele. Nyilván szerinted a magyar egyház, és akkor letérünk mindjárt erről az egyházi vonalról, a magyar egyház milyen szorításban él, hogy szinte negligálja Ferenc pápának a útmutatásait? Hát erről is semmit nem tudok őszintén szólva, tehát erről tényleg... De érzed? Látod? Nem, őszintén szólva nem. Tehát én is kíváncsi vagyok, és én is nagyon kíváncsi lennék arra, hogy miért ennyire passzívak. Pont Beer Miklós egyébként egy kivétel, mert ő egy aktív szereplő, és egyébként csináltunk is egy konferenciát nem olyan
sok idővel ezelőtt Vácot közösen, ahol mondjuk Andor László, meg jó magam, tehát mondjuk közgazdászok és egyházi emberek felváltva egyik ilyen, egyik olyan szerepeltünk, és alapvetően a szegénység, az egyenlőtlenségek, stb. Kérdéseket tárgyaltuk, és én azt érzékeltem, hogy hát ő az, aki a leginkább látszik, de ott voltak fiatalabb papok is egyébként Esztergomból máshonnan, ahol nagyon hasonlóan szólaltak fel, mint Bér Miklós maga, és én azt láttam, hogy van egyébként a katolikus egyházban egy kifejezetten egy ilyen aktivista vonal, akik kifejezetten vállalják ezeket az ügyeket, és szerintem ők egyébként Ferenc, tehát ők ki is mondták, hogy ők tulajdonképpen Ferenc pápának aktív követői, és nagyon jól megtaláltuk a hangot annak ellenére, hogy egy egész más szakmában vagyunk, de kicsit félő volt, hogy hogyan fogjuk ezt a két szakmát így összerakni egy konferenciává, de az első pillanattól kezdve nagyon, nagyon értettük egymást, és én azt gondolom, hogy hát van egy ilyen vonal is, hogy aki passzív, az miért passzív, azt én nem tudom megmondani, arra én ugyanolyan kíváncsi vagyok, mint te. Hogy... Én pont erre voltam kíváncsi, tudtam erről a konferenciáról. Ezek szerint pozitív élményeid voltak nagyon, a fiatal papokkal kapcsolatban. Megint csak egy feltételezés, és akkor ez az utolsó ezzel az egyházi kérdéssel kapcsolatban részemről, vagy egyetértesz, vagy nem, vagy mondod, hogy eszem. Nem a te asztalod, hogy vajon nem mi a katolikus egyház vezetőinek, most nem a Váci püspökre gondolok, hanem a vezetőknek, meg hát nagyon sok helyi vezetőpapnak az államhoz való igazodását jelenti ez a passzivitás. Nem tudom, nem. Én nem itt a menekült kérdéssel kapcsolatban mondom, mert voltak ilyen dolgok, hogy a templomokat bezárják. Nem tudom, tehát annyi mindent lehetne spekulálni most, hogy a passzivitásnak milyen hagyománya van, és azért olyan messzire visz ez a sztori 50 év diktatórikus elnyomásától a mai viszonyokig, és a egyház belső kultúrája, a belső vitája, amiket nem látok tisztán, hogy én most nem igazán szeretnék, nem fogalmam sincs őszintén, szóval érdemes lenne meghívni valakit az egyházból és megkérdezni ezeket, sokkal inkább őket kéne, mint engem erőket. És 13. februári számában jelent meg a következő Mihály Péter mondani valójának lényege, hogy szerinte hamis konszenzus látszik kialakulni azzal kapcsolatban, hogy a rendszerváltás gazdasági társadalmi értelemben kudarchoz vezetett volna. Konrád György előrelátó szavait idézi, mely szerint a demokráciának a kapitalizmus az ára. Mi a véleményed erről a kijelentésről, hogy kudarcos volt a rendszerváltás egyrészt, ugye itt ez a megállapítás szerepel, és hogy ez a típusú kapitalizmus, ami ma Magyarországon van, ez szükségszerű volt-e? Aha. Hát az, hogy kudarcos volt a rendszerváltás, az szerintem azért nem egy olyan nagyon vitatott dolog, tehát én alig találkozok valakivel, aki nagyon lelkes lenne a rendszerváltással kapcsolatban, tehát gazdasági értelemben biztosan kimutatható, hogy nincs felzárkózás a nyugat-európai magországokhoz képest, amit vártunk, nem csak Magyarországon, de az egész régióban. A társadalmi viszonyok a demokrácia szempontjából eléggé rossz hangulat van, tehát azt szerintem eléggé nehéz lenne vitatni, hogy azt állítani, hogy sikeres lenne. A második állítás, tehát hogy a demokráciának a kapitalizmus az ára, ez szerintem egy tartalmaz egy iszonyatosan bugyuta leegyszerűsítést, amit nagyon sokszor, nagyon sokaktól hallok, már pedig azt mondja, hogy kapitalizmus mindenfajta jelző nélkül ilyen létezne. Tehát az egyik fárasztóbb dolog, hogy még mindig nem tudunk leszokni arról, hogy ugye 50 éven keresztül volt ez a kommunizmus-kapitalizmus szembeállítás, és hogy valahogy a jelző nélküli kapitalizmust használják az emberek, miközben az a rendszer, amit kapitalizmusnak hívunk, az egyrészt időben rendkívül alakul, tehát mondjuk az Adam Smith által leírt kisvállalkozók, a családi kapitalizmus rendszere, ahol nagyon sok
kis KKV versenge egymással mindenfajta branding nélkül, nincsenek még multik, nincs globalizáció, stb. Ez egészen más, mint az a turbokapitalizmus, amiben jelenleg élünk, ahol transnacionális cégek, külföldi működő tőke áramlás, szabad kereskedelem, munkaerő áramlása, internet, tataratara, érted, egyrészt időben is, másrészt hely szerint is nagyon változó. Tehát mondjuk, aki a svéd kapitalizmust összekeveri az amerikaival, vagy a marokkóival, az szerintem nagyon keveset lát a világból. Tehát én olyan fogalmat, hogy kapitalizmus, én nem használnék így jelző nélkül, mert hogy az nagyon, nagyon tág és értelmezhetetlen. Az a típusú kapitalizmus, amit mi csináltunk itt 90 után, az kifejezett, olyat senki más nem csinált sehol. Tehát, hogy van egy ilyen irodalom, ami úgy hívják, hogy a kapitalizmus válfajai, a közgazdaságtanon belül elég sok mű született már arról, hogy az angolszász kapitalizmus, a skandináv, a német típusú, a mediterrán kapitalizmus, a távol-keleti fejlesztő államok, az offshore, a petroállamok, ezek mind-mind-mind kapitalizmusok. Tehát egy hosszú listát tudnék mondani arról, hogy milyen típusú kapitalizmusok vannak, és ezek lényegi elemekben különböznek egymástól. Na most az, amit itt mi Kelet-Európában csináltunk, ezt úgy hívja a közgazdasági irodalom, hogy a külföldi működőtőke függő versenyállam, a neve szerintem mindent elmond, ilyet soha senki nem csinált. Kelet-Európában vagy Magyarországon? Magyarország volt az úttörő, tehát hogy mi voltunk a 80-as években azok, akik először nyitottunk az osztrák-német tőke felé. Hát itt a többség, aki itt ül a teremben, az még talán emlékszik erre, hogy aranyrészvény, meg ilyenek voltak. Tehát hogy azt gondoltuk, hogy ha a hazai állami nagyvállalatokat részben megnyitjuk a kapitalista versenytársak felé, és ezek gyakorlatilag Magyarországon az osztrák és a német cégek voltak, akkor ez valami hatékonyságot hoz, meg technológiát, és akkor ez gyakorlatilag Magyarországon fel sem merült, vagy csak nagyon keveseknél az, hogy egy ilyen hazai tulajdonú kapitalizmus lenne, és nagyon hamar elment ez egy ilyen absztrakt tankönyvi kapitalizmus próbált megvalósítani, sokszor amerikai típusú hivatkozásokkal, de hogy igazából akik ezt csinálták, azoknak fogalma se volt, hogy Amerikában sem olyan kapitalizmus van, mint ami a tankönyvben le van írva, és csináltunk egy olyan kapitalizmust, ami alapvetően a multiktól függ, nincsen intézményépítés benne, egy ilyen absztrakt piaci versenyre épül, ami valójában sehol nincsen, és hát aztán a környező országokban próbáltak más, tehát a Klaus Csehországban, a Mecsel Szlovákiában, a Tudjma Horvátországban megpróbált befelé privatizálni, abból az esetek nagy részében valami fajta mutyi jött ki, tehát ilyen haveri kapitalizmus, eléggé összeomlottak ezek a próbálkozások, és aztán szépen lassan mindenki a magyar típusú külföldi működőtőke alapú modellre állt át. Mindenkinek megvolt a maga hőskorszakat, először Magyarország volt a 90-es évek elején a hónap dolgozója, utána egy ideig a szlovákok voltak, utána az utóbbi pár évben a lengyelek, mindenkinek megvolt a 3-4 jó éve, és utána mindenki egy idő után visszacsúszott. És a volt szovjet-balti köztársaságok? Hát a balti köztársaság az nagyon zűrös történet, hogy ezek nagyon pici országok, és gyakorlatilag ilyen eléggé ilyen pilóta játékszerű játékot játszottak, tehát volt egy ilyen brutális felfutása ott egy ilyen gazdasági buborék, ami gyakorlatilag abból adódott, hogy az euró környezetben, tehát ott ilyen skandináv anyabankok vették meg a helyi bankokat, és euró környezetben felvett olcsó hitelekből egy ingatlani piaci buborékot fújtak a balti országokban, ami egy ideig, hát ugyanaz, mint Görögország, Írország, Portugália, csak kicsit más alapokon, de hasonló, és aztán kipukkadt, és ez egy brutális összeomláshoz vezetett, tehát ilyen 15%-os GDP összeomlásuk volt, amiből aztán megint visszajöttek. Tehát ha megnézi az ember a balti adatokat, akkor egy ilyen ábrát lát, még mondjuk a visegrádi országoknál egy ilyen
kicsit egyenletesebbet. Milyen egyenleteset, vagy ilyen egyenleteset? Hát attól függ, hogy milyen adatot néz. Én azt gondolom, hogy a legtöbb adatunk a nyugat-európai centrumhoz képest ez egy ilyen lassú távolodóban van. Tehát azt lehet elmondani, hogy felzárkózóban semmiképpen, nem egy gyors távolodásban, de egy ilyen észrevehetetlenül lassú távolodásban van, tehát ilyen 1-2%-kal távolodunk évente, mondjuk bérekben, termelékenységben, az alapvető foglalkoztatásban, tehát ezek ilyen szép, lassú, csiga tempóban történő távolodás szerintem a legtöbb releváns mutató. Három kérdést vetted fel, nem teszem fel egyszerre ezt a három kérdést. Az egyik, hogy ugye hasonlítottad a balti, három kis balti államot Görögországhoz és Portugáliához. Tehát ezek szerint nincs földrajzi determinációja annak, hogy milyen fajta kapitalizmus épül, hiszen ez egy nagyon jól hangzó dolog, hogy délen ilyenek, északon amolyanok, ott bezzeg tudják, délen megústák. Tehát ez nincs. Én minden ilyen kulturális determinizmust iszonyú erőteljesen elutasítok. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon hihetetlen erősen el van harapózva ez a mindent kulturális mintázatokkal próbálni magyarázni, amiből szerintem ki kell gyógyuljunk. Tehát ameddig ezt csináljuk, addig nem fogunk semmit megérteni a világból, hogy mindent ilyen nemzetkarakterológiával próbálunk megmagyarázni. Ha mondjuk megnézzük, hogy melyik országok váltak az eurozóna áldozatává, akkor azt találjuk, hogy Írország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Olaszország, Görögország, Ciprus, Szlovénia, Észtország. Azt hiszem nem hagytam ki senkit. Na most ebből mondjuk, ha az ember megtalálja magának Görögországot, mint lusta, korrupt, nem tudom mit, akkor például ugye ez nehezen ráhúzható Szlovéniára, ami kulturálisan kvázi egy Ausztria, Írországra, vagy ami kvázi Nagy-Britannia, Észtországra, ami kvázi Finnország. Egyébként maga Finnország is bajban van az utóbbi időben, az is euróhoz köthető okokból. És mondjuk nagyon érdekes ugye a Ciprus-Görögország összehasonlítás, mert ha valaki azt gondolja, hogy a görögök azok ilyen adósságmániások, akkor nézze meg Ciprus mutatóit. Ciprus volt az egyetlen Európai Uniós ország, ami a Maastrichti mutatókat folyamatosan 92-től végig teljesítette, mind a négyet. Pedig ott elég nagy balhé. Gyakorlatilag ugyanaz a görög kultúra, ugyanaz a görög társadalom, majdnem, hogy egy ország is lehettek volna. És gyönyörű szép mutatói voltak végig. Tehát én mindenfajta ilyen kulturális túldeterminizmust, és ugye ez általában a jobb oldalon szokott egyébként, tehát egy nyugat-európai országokban ez tipikusan a konzervatív milliónek a sajátossága, hogy ilyen kulturális mintázatokkal próbál megmagyarázni dolgokat. Én mindig meg vagyok döbbenve, hogy Magyarországon a liberálisok is egyébként nagyon-nagyon hajlamosak erre a kulturális túldeterminizmusra. Ez lebecsülése bizonyos embereknek, nem? Ebből adódik valami felsőbségérzés van azokban, akik... Hát nem csak lebecsülés, egyiknek a lebecsülése, tehát hogyha görögök, akkor általában az kerül elő, hogy korruptak, meg lusták, de ha németek, akkor hirtelen azok ilyen szorgalmasak, a svédek azok ilyen megbízhatóak. Tehát tiszták. Tiszták, tehát ilyen föl és lebecsülése is, de hogy egyáltalán, hogy ilyen nemzetkarakterológiában utazik a magyar liberális közeg, én nem önöket akarom ezzel bántani, hogyha esetleg liberálisok, de hát azért iszonyú sűrűn hallani liberális mondjuk politikusoktól és közéleti személyiségektől ilyen típusú nemzetkarakterológiai magyarázatokat, ami... Vágja közben a liberálisozásnál, ja. Mint ahogy a kapitalizmus jár, meg jelző nélküles jár. Világos, persze, de nem azt akarom mondani, hogy általában minden liberális, de az, hogy egyáltalán magát liberálisnak valló embertől ilyet hallok, a számomra megdöbbentő, mert azt gondolnám, hogy egy liberális számára alapvetőnek kéne lennie, hogy abból indul ki, hogy alapvetően minden ember egyenlő, és minden ember ugyanolyan, és hogy motivációink vannak, és hogy az emberek reagálnak így, hogy új, és minden nemzet hihetetlenül heterogén. Tehát azt mondjuk, hogy egy ilyen Engelhardt-féle térképeket mutogatunk egymásnak, hogy nemzeti értékeinkben hol állunk, mert réges-régen ott tart az értékkutatás, az értékszociológia, hogy nemzeteken belüli értékklasztereket talál meg.
Tehát soha már rég nem ilyen nemzeti izék, hogy a magyarok ilyenek, meg a nem tudom mik olyanok, hanem hogy minden társadalomban van premodern, modern, hát hogy nem a magyarok barátságosak és befogadók, nem? Igen, tehát ezek azok a kategóriák, aki ilyenekben gondolkodik, és nagyon sokszor az Európai Uniót is így próbálják megmagyarázni, tehát hogy akitől azt hallom ilyen Európai Uniós vitákban, hogy a németek, meg a görögök, meg mit akarnak a britek, onnantól tudom, hogy nagyjából így fogalma sincs, hogy mi történik az egészről, mert mondjuk ha azt mondjuk, hogy mit akarnak a britek, hát az a helyzet, hogy Jeremy Corbyn és mondjuk David Cameron homlokegyenes mást akarnak. Vagy mondjuk mit akarnak a görögök, hát a Syriza meg az új demokrácia homlokegyenest mást akarnak. Tehát ugye, hogy Magyarország esetében is mondjuk egyáltalán nem mindegy, hogy Balázs Péter vagy Szijjártó Péter, ő is ugye a külügyminiszter, ugyanúgy a legtöbb ország esetében óriási különbségek vannak attól függően, hogy és ezek csak mondjuk politikai megoszlások, de a társadalom ennél még színesebb is. És én nem hiszek ezekbe az ilyen kultúrcentrikus magyarázatokba. Pláne, hogyha vallási, de most ezt hagyjuk, a valláshoz nem megyünk most vissza. A másik kérdésemet kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy ez a kelet-európai kapitalizmus arra épült, lehet választani, arra épült, hogy a külföldi tőkét minél többet hozzanak ide be, és akkor ilyen feldolgozó, bedolgozó, tehát ilyen nem sokkal értelmet kívánó munkát végzünk, és hát így jönnék ide a pénzt. És akkor azt mondtad ezzel kapcsolatban, hogy nem épült ki az a nemzeti tőkés osztály, amelyik itt teremtené meg a hasznát, a foglalkoztatottságot. Na de hát erre azt vettem föl, hogy hát 6 éve már se hallunk most, mint hogy a nemzeti tőkés osztályt fogják felépíteni. Akkor most mi van? Tehát hogy az a kérdés, hogy a jelenlegi kormányzat tette eleget ennek az érdekében? Igen. Is, meg nem is. Tehát, hogy mondjuk tudok olyat mondani, amiben nagyon jókat csinálnak, meg tudok olyat csinálni, amiben katasztrofálisat csinálnak. Mondja el egyet. Amiben jókat csinálnak, az például szerintem a növekedési hitelprogram. Tehát az ugye, nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem, de hogy a jegybank, igen, tehát ugye a jegybank ad nagyon olcsón forrást a kereskedelmi banknak, a kereskedelmi bank meg tovább hitelezi szintén nagyon alacsony kamattal a kis és középvállalati szektornak. Ez úgy kellett a magyar KKV szektornak, mint egy falat kenyér. Tehát, hogy el nem tudom képzelni, hogy 20 éven keresztül hogyan gondolhatták kormányzatok, hogy a magyar KKV szektor piaci hitelekből meg tud élni. Ugyanis piaci hitelekből körülbelül egy ilyen 8-9%-nál kezdődött az a nominál kamatszint, ami már föl tudott venni hitelt, és mondjuk 19%-ig tartott. Hány éve van ez a hitel? Ez gyakorlatilag a Fidesz kormányzása óta van, tehát ezt a Matolcsi még gazdasági miniszter. Milyen ágazatok futottak föl ettől szerintem? Ja, az egy külön kérdés, hogy milyen ágazatok futottak föl tőle, mert ugye a probléma az, hogy kiderült, amikor alacsony kamatozású hitelt az állam nyújtott, hogy gyakorlatilag nincs magyar KKV szektor. Van egy csomó bankár barátom, ők tipikusan ilyen vállalati üzletágban működnek, különböző bankoknál, akiknek persze természetesen ez a piacuk, tehát nekik életfontosságú, hogy tudják, hogy felmérjék, hogy milyen a hazai piac, és megcsináltuk azt, hogy vettük a figyelőnek a top 200-át, meg a feltörekvő top 200-at, és elkezdtük azt megnézni, hogy az, hogy egy ilyen rendes Mittelstand legyen, egy ilyen középvállalati szektor egy országnak, ahhoz az kell, hogy végtermékgyártó legyen, exportra képes legyen, és hazai tulajdonú legyen. Tehát ez az, ami nagyjából a garantálja. Mezőgazdaság is? Bármi. Tehát, hogy nekem az, hogy milyen szektor, az teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy végtermékgyártó legyen, mert ugye akik beszállítók, azokat sokkal jobban meg lehet szorongatni, tehát az igazi profit az a végtermékgyártónál van, és exportálni tudjon, mert a magyar piac az túlságosan kicsi ahhoz, hogy itt ezen meg tudjon élni. Hát elvégre is azért léptünk be az Európai Unióba, mert itt van egy ilyen félmilliárdos blokk, amit elméletileg ki lehet szolgálni, tehát abban lenne növekedési potenciál, hogyha mégiscsak félmilliárd embert lehetne 10 millió helyett kiszolgálni. És akkor elkezdtük megnézni,
hogy melyek azok a cégek, amelyek kiúzogattuk azt, ami nem magyar tulajdonú, amelyik nem végtermékgyártó, amelyik nem exportál, és találják ki, hogy hány céget maradt ezen. És ez tényleg azért a figyelő top 200 és a figyelő feltörekvő top 200, ezek elég jó reprezentatív listák, mert mondjuk a 200. helyen már nagyon kicsi cégek vannak. Tehát elég biztosak lehetünk, hogy aki számít, az rajta van ezeken a listán. Találják ki, hány ilyen céget találtunk, nagyjából annál kicsit többet, kb. 30-at. Tehát egy 10 milliós országban körülbelül 30 olyan céget tudtunk találni, amelyik potenciálisan gerincét tudja képezni egy hazai tulajdonú exportképes végtermékgyártó. Most ez nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy ez a gazdasági politika annyira ráment a multik támogatására, hogy kiderült, hogy 20 év alatt vagy kiirtottuk, vagy nem is jött létre az a hazai középvállalkozói réteg, akit egy nagyon jó növekedési interprogram elméletileg megtámogathatna. Tehát, hogy az a baj, és az nem a Matolcsi Sara, igazából ezt előtte levő 20 évben nem jött létre, egyszerűen kiderült, hogy amikor lenne KKV támogatás alacsony kamattal, akkor alig van, aki ezeket felszívja, mert hogy a magyar gazdaság az annyira egyoldalúan a multik támogatás irányába ment el. Tehát a fölmérés nem volt jó? Szerintem senki nem mérte ezt fel, tehát hogy nekünk azért kellett ilyen kicsit amatőr módszerekkel megpróbálni utána menni ezekkel a bankár barátaimmal ennek, mert hogy egyszerűen izgatott minket, engem, mint közgazdasztőket, mert nyilván ebből csinálnak pénzt, tehát egyszerűen érdekelt minket, hogy megpróbáljuk. És nem voltak ilyen kutatások, tehát Magyarországon tehát azt gondolná az ember, hogy léteznének ilyenek, de nincsenek. És történnek most lépések arra, hogy ezek a KKV-k? Szaporodjanak? Hát ugye ahhoz, hogy egy jó KKV szektor legyen, szerintem két dolog kell, ugye két termelési tényező van, a tőke és a munkaerő. És a tőke én azt gondolom, hogy biztosított. Tehát azzal, hogy van ez az olcsó forrás, amivel lehet tőkéhez jutni, nem panaszkodhat ma egy KKV, egy kereskedelmi banktól föl tud venni 1,5-2%-os nominál hitelt, azt gondolom, hogy az annál jobbat nem akarhat. Ami nincsen, az a munkaerő. De hogy az is világossá vált, és... Munkaerő nincs, vagy szakképzett munkaerő. Megfelelően szakképzett munkaerő. Gyakorlatilag iparáktól függetlenül, mérettől függetlenül panaszkodnak a vállalkozók, hogy akik kijönnek az iskolarendszerű képzésből, azokat újra kell képezni, mert hogy annyira irreleváns képzést kapnak, hogy ilyen in-house tréningeken kell hónapokon keresztül újra trénelni, hogy hasznosítani tudják őket, mint munkaerőt, és egyébként meg ugye látjuk, hogy hát egy ilyen köbben... Felsőoktatásra is vonatkozik? Ez mindenre vonatkozik, ugye alapvetően már az általános iskolában van a nagy baj, mert ott az alapvető képességek, és aztán ez persze halmozódik, tehát minden egyes újabb szintjével az iskolarendszerű oktatásnak. Tehát ha már eleve úgy jön be, hogy ott nem tanulta meg, akkor ez minden szinten egyre rosszabb lesz. És ugye az van, hogy egyrészt van egy ilyen 80 ezer körüli lista betöltetlen álláshelyekről, másrészt pedig ugye ott van rengeteg ember, akinek nem talál munkát, és ez a kettő között egy ilyen mismatch van, és hogy alapvetően se az oktatási rendszerünk, az iskolarendszerű, sem a megszüntetett felnőtt képzésünk nem tud mit kezdeni ezzel a problémával. Tehát ilyen nagyon komoly humántőke hiány van. Tehát hogyha az ember akar csinálni egy rendes KKV szektort, akkor persze kell adórendszer is, de hogy ez alapvetően fontos dolog, ez a tőkéhez jutás és a munkaerőhöz jutás. Tőkéhez jutás az rendben van szerintem, a humán tőke az elképesztő gyorsasággal amortizálódott el itt az elmúlt. Igen. Jó, ennek az oktatási részéhez egy picit később térjük vissza, de ígértél egy negatív példát is. Ez volt a negatív példa. Tehát én azt gondolom, hogy ha van egy, ugye van két oldala a KKV támogatásának, a tőke és a munkaerő. A tőke oldalon nagyon jó, amit csinálnak, a munkaerő oldalon, a humán tőke oldalon katasztrófa, amit csinálnak. A nagy eufóriában, amit 89-90-ben éltünk meg, szerinted közgazdaságban, vagy a gazdaságban helyesebben, hol követték el a legnagyobb hibát, hogy 25 év alatt ide jutottunk? Én szerintem a modellválasztásnál. Tehát, hogy az volt, van a helyes modell? Az volt a mondás 90 körül, hogy a kommunizmusból megyünk a kapitalizmusba.
De ez körülbelül, menni a kapitalizmusba, ez körülbelül olyan, mint hogyha megkérdezném, hogy mivel közlekedjünk, járművel. Na jó, de melyikkel? Tehát, hogy nem lehet, vegyünk járművet. Tehát így az ember nem szokott... Villamos. Igen, tehát hogy tudja, hogy... Tudja, hogy most mi rollerrel akar menni, kocsival vagy busszal, de hogy járművet nem szokott. És ez ugyanez a kapitalizmus, hogy ha csak úgy építünk valamit, amit úgy nevezünk, hogy kapitalizmus, abból csak valami zagyvaság jöhet ki, az is jött ki. Tehát egyszerűen azok a közgazdászok, és most keményen fogok fogalmazni, akik akkor ezt levezényelték, nem voltak tudatában annak, nem is nagyon lehettek, mert nem volt saját élményük, hiszen ebbe az országba éltek, az irodalom nem nagyon állt rendelkezésre, de bizonyos szempontból megérthető is. De 90 után nem tudták, nem látták a különbségeket, hogy mi, melyik modelljei a kapitalizmusnak mihez vezetnek, mennyire jók. Nem is volt ez igazán még akkor rendesen megrágva a nemzetközi közgazdasági irodalomban sem, őszintén szóval ez később történt meg. Tehát sok oka van, hogy nem tudták, de hogy építettek egy olyan zagyva kapitalizmus modellt, ami nem nagyon működőképes. Ha azt kérdezed, hogy mi az, amit kellett volna csinálni, én nagyon erősen a skandináv modellnek vagyok a híve, tehát nagyon erősen azt gondolom, hogy a skandináv jóléti állami modell az, ami a legműködőképesebb és a legrelevánsabb Magyarország számára. Skandináv országok közül melyikben működik szerinted legjobban? Mindegyikben. Dánok? Dánok, svédek, izlandiak, finnek, mindenkiért, norvégok, mindenkiért csinálják. Annak dacára, hogy azért ott is vannak már problémák, én Svédországról tudok. Mindenhol vannak, persze, mindenhol vannak problémák, se egyik sem mennyország a földön, mindenhol vannak problémák, de hogy alapvetően a modellnek a logikája, tehát erre több kutatás is volt az elmúlt években, az Északi Tanács megfinanszírozott több ilyen kutatást, ami megnézte, hogy a skandináv modell alaplogikája az működik-e és működik. Tehát és azért a mutatók, tehát hogy nem tudom én, alig van már olyan, olyan lista, amit ne a skandinávok vezetnének. Szóval így, amióta ezeket elkezdtem posztolgatni a Facebookon, néha a barátaim már egy viccből küldenek, hogy még egy lista és még egy lista, ahol Dánia van az élen, vagy Svédország. Tehát legyen az a életszínvonal, hová szülessünk index, a korrupció csak legalacsonyabb ott, hol jó nőnek lenni, zöld környezet, fenntarthatósági dolgok, egyenlőségi mutatók, tehát alig tudok olyat mondani, amiben ne a skandinávok lennének. Foglalkoztatási arányban alig tudok olyat mondani, amiben ne a skandináv államok lennének a legjobban. Svédországi kalandozásaim alatt, amikor ott laktunk rövid ideig, kerestem a mosógépet. Nem van a pincén. Közölték, hogy vidd le, és akkor megnéztem, ugye, hogy mikor van szabad idő, ott azt lefoglaltam, és ott lehetett mosni. Van-e abban ráció szerinted, van-e ennek jövője, hogy a kisközösségek, a civil közösségek lendítsék előre az ország gazdaságát, de ezek a civil szerveződések? Most nem csak mosógépre gondolok, hanem Uberre, meg egyebekre is. Hát az Uber az pont nem egy civil közösség, az Uber az egy nagyon csúnya kizsákmányoló dolog, úgyhogy az Uber-t abszolút nem támogatom, legalábbis a jelenlegi formájában. De a kisközösségeket igen, tehát a kisközösségek azok nagyon fontosak, és maga az, hogy az emberek kijönnek a magányukból és együttműködnek, az elképesztő fontos. Ennek ellenére azt gondolom, hogy egy országnak azért nemzeti szintű modellre van szüksége, de természetesen ezek nem nincsenek ellentmondásban egymással, tehát minden ilyen kis közösség nagyon hasznos és nagyon sok együttműködés szül. Ettől még persze kell egy komplett gazdaságnak egy modell. Értem. Azért a kis közösségeken, ha lobogoljak még egy kicsit Uberről, most nem vitatkozunk, valóban ami itt van, az elég botrányos. Mások azért van jobb is, jobban megvalósították. Azt mondják, hogy a Z-generáció nem ragaszkodik ez a magántulajdonhoz, hanem olyan közösségi tulajdonformákat keres magának, amiben ő jól érzi magát. Nem lehet, hogy ez a jövő?
Nem tudom, nekem nincs alapvetően bajom a magántulajdonnal, hogyha ha van hozzáférés, igazságos hozzáférés a tőkéhez, tehát hogyha nem arról van szó, csak akkor ugye a Piketty-nek volt a nagy állítása, hogy abban a kapitalizmusban, amiben most élünk, itt alapvetően csak azt tud gazdaggá válni, aki örököl. De volt már olyan kapitalizmus, és ehhez kell a jóléti állam, tehát a jóléti állam az a újraelosztási mechanizmus, ami lehetővé teszi, hogy az emberek hozzáférjenek ahhoz a tudáshoz, ahhoz az egészséghez, ahhoz a kapcsolatrendszerhez, hogy középosztálybelévé váljanak és vállalkozzanak. Ha van redisztribúció és megfelelő tőkéhez jutás van, akkor ilyen önerőből meggazdagodott magántulajdonnal önmagában szerintem semmi baj nincsen, ha fair a verseny. A probléma a jelenlegi kapitalizmussal az, hogy nem fair a verseny. Ennek ellenére természetesen a közösségi tulajdoni formák azok támogatandóak, tehát hogyha valaki mondjuk szövetkezeteket akar csinálni, az egy tök fontos és hasznos dolog, és támogatnunk kell minden. Skandinávia. Igen. Nagyon népszerű, némelyek foggal körrebben ragaszkodnának hozzá, némelyek pedig elátkoznák a mindenkinek garantált alapjövedelmet. Ugye tudjuk, hogy ezt Kanadában kipróbálták, a Ontario államban, Finnországban van egy ilyen terv, Magyarországon is vannak, akik például a Deák Ferenc körösök, a Brandvai Judikóik tartoznak, ők verik ezt a vasat, hogy a mindenkinek jutó alapjövedelem. Mi ez tulajdonképpen? Skandináviában is van valami hasonló, nem hívják feltétel nélküli alapjövedelemnek, de a skandináv szociálpolitikai rendszernek is a legeslegalsó küszöbe az egy olyan pénz, amit az ember azért kap, hogy egyáltalán életben maradjon. Tehát aztán vannak különböző feltételhez kötött szociálpolitikai juttatások is, de van egy olyan minimum pénz, amit egyszerűen csak azért adnak az embernek, hogy ne az utcán döglődjön egy nyomorúságos állapotban. Én azt gondolom, hogy ez egy tök hasznos és fontos dolog. Én úgy szervezném meg a szociálpolitikát, hogy lenne egy, tehát hogy nagyon fontos küszöb szerintem a létminimum. A létminimum az ugye az a szint, ahol az ember már képes arra, hogy egészséges kajákat egyen, és mondjuk lenne egy nagyon-nagyon minimális alvóhelye, amit tud fűteni, és mondjuk a rossz minőségű ruhákkal is, de tud ruházkodni. Ezt szerintem mindenkinek garantálni kell, függetlenül attól, hogy kicsoda, micsoda dolgozik, nem dolgozik, bármi ilyesmi. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon alapszintű összeget oda kell adni mindenkinek, attól függetlenül, hogy akar dolgozni, vagy nem akar dolgozni. Azt, hogy akarjon dolgozni, azt azzal lehet megoldani, hogy a létminimumtól jelentősen magasabb összeget, tehát egy ilyen, mit tudom, 20-30%-kal legalább magasabb összeget be kell állítani minimálbérnek. És az a tapasztalat, hogy az emberek bizony, ha lehet, hogy egy pár évig mondjuk megelégednek azzal, hogy itt alszok egy ilyen sarokba, és effektíve csak kajára van pénzem, meg nagyon rossz ruhára néha, de semmi másra. De hogy egy pár év után föl fog benne merülni az igény, hogy szeretne gyerekeket, szeretne nyaralni, szeretne tévét, tehát hogy egy idő után motiválva lesz arra, hogy elmenjen, tanuljon, jobb munkahelyet találjon magának. Tehát hogyha megfelelően távol van a minimálbéra ettől a feltétel nélküli alapjövedelemtől, akkor egyébként az egész más szociálpolitika rendszert meg lehet szüntetni, hanem azt lehet mondani az embereknek, hogy egy ilyen minimális pénzt adok arra, hogy egy olyan biztonságban érezd magad, hogy megvalósíthasd a terveidet. És onnantól fogva, ha valaki nem valósítja meg a terveit, akkor számon lehet kérni rajta, hogy miért vagy ott, magadnak köszönheted, ennyit tudtál elérni. De a jelenlegi helyzetben nem... Mit azon, hogy számon lehet kérni? Hát azt, hogy ugye a jelenlegi rendszerben a konzervatívok és a liberálisok azt szokták mondani, hogy hát gyakorlatilag ez a mindenki annyit ér, amennyit
amennyit kapart magának, mondaná egy konzervatív, és ugyanez liberálisban szintén nagyon hasonló, tehát hogy piaci verseny van, és mindenki, mit tudom én, felelős magáért, és hogy egyenlő esélyek vannak, hiszen egyenlőek a szabályok. Amit nem szoktak látni se a konzervatívok, se a liberálisok, hogy alapvetően az a valaki, aki mondjuk beleszületik egy hülyeséget mondok, beleszületik egy árva családba, tehát hogy árvának születik, és nem egy gazdag családban, hanem árvának születik, mondjuk, mit tudom én, nőnek és nem férfinak, mozgássérültnek és nem teljesen egészségesnek, stb. Stb. Annak sok, vagy kelet-magyarországinak rosszabb iskola rendszer, rosszabb, annak nincs esélye. Tehát, hogy valójában hiába egyenlőek a szabályok, mégsem fel a verseny, mert ő a hátrányokkal indul. Ha valakinek megvan adva az, hogy nem kell félnie attól, és erre rengeteg szociálpszichológiai kutatás van, hogy akinek állandóan attól kell tartania, hogy a fizikai léte is veszélyeztetve van, az sokkal kevesebbet fog tudni teljesíteni. Egyszerűen visszafogja ezt kell garantálni az embereknek, hogy ne féljen már attól, hogy a fizikai létje is veszélyben van, és hirtelen azt látjuk, hogy az emberek elképesztő bátrakká válnak. Meg kell adni azt az alapvető méltóságot, hogy akármi is történjen, az az alapvető méltóságom, hogy fizikailag nem lesz bántalmam, és nagyon-nagyon másképp fognak viselkedni az emberek. Sokkal bátrabban föl fognak állni, hogyha a főnökük hülye, megmondja nekik, fölmondhat, hogyha megalázzák a munkahelyén, mert tudja, hogy nem a semmibe megy. De szerintem ez nagyon fontos, hogy minden embernek egy alapvető méltóságát, és van annyi. Tehát, hogyha valakiben az merül fel, hogy van ennyi erőforrás, hogy Magyarország fejlettségű országban van már annyi erőforrás, amivel ezt bizony garantálhatjuk mindenkinek, ezt az alapvető emberi méltóságot. Végeztek már erre számításokat, hogy ez mennyibe kerülne? Gyakorlatilag, ha azt mondanánk, hogy a jelenlegi létminimumot elérő pénzt odaadnánk mindenkinek mondjuk feltétel nélküli alapjövedelemként, akkor ma már ugye a szociálpolitikai költésünket jelentősen visszavágtuk, de mondjuk egy pár évvel ezelőtti szociálpolitikai költésünkből ezt meg lehetne oldani. És aki bocsánat, annak nem adnék, aki dolgozik. Tehát, hogy szemben azzal a nyugdíjasnak sem. De annak igen. Annak a bánfalvi féle elképzeléssel szemben én nem adnék annak, aki dolgozik, mert azt gondolom, hogy ha annak is adunk, aki dolgozik, akkor ez tulajdonképpen a tőke tulajdonos megtámogatása. Tehát csak annak adnék, aki nem dolgozik. És akkor viszont bőven meg... Én olvastam egy... Amikor nem dolgozik, akkor kap. Amikor dolgozik, akkor nem kap. Én 15 ezer milliárd forintot olvastam valahol. Hát ezt így most fejből nem emlékszem, mert elég régen volt, amikor utána számoltunk ezzel ennek, de ugye abban egész biztos vagyok benne, hogyha csak annak adnánk, aki nem dolgozik. Tehát 5 magánnyugdíjpénztől. Tényleg ezt utána kéne még egyszer számolni, mert már nagyon régen foglalkoztam ezzel, és nincsenek az adatok így a fejembe, de egész biztos vagyok benne, hogy Magyarország fejlettségi szintjén ezt ma már megengedhetnénk magunknak. Na, vissza egy picit a beszélgetésünk egy előző témájához. Azt mondtad, hogy tőke van, munkaerő nincs, képzett munkaerő nincs. Hát nyilván itt az oktatásról van szó, az oktatás színvonaláról van szó, és ezt az állításodat, mondhatjuk, hogy az állításunkat alátámasztják a 2 évvel ezelőtti PISA eredmények is, amelyek mind szövegértésben, mind egyéb területeken nagyon rossz helyzetben ábrázolják Magyarországot. Ha jól emlékszem, hátulról a negyedikek vagyunk az OECD rangsorban. Azért ennyire nem rossz a helyzet, tehát ugye relatíven magasan vagyunk. A informatikai szövegértésben, igen. Nem az abszolút PISA eredményeink az igazán rosszak, ott inkább a trend rossz, tehát hogy az elmúlt 4 PISA-ban folyamatosan egy kicsit csúszunk vissza. Ami igazán durván rossz Magyarországon, az a belső egyenlőtlenség a rendszernek, amit úgy hívnak az oktatáskutatók, hogy a szelektivitás a rendszernek. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon kicsi része az oktatási rendszernek, ami világszínvonalon teljesít, ez a Budapest, Győr, Szombathely, hasonló helyeknek a legjobb iskolái, és van egy katasztrofálisan rossz alsó rész.
Mondjuk ugye az az adat, amit a legsűrűbben szoktunk idézni ezzel kapcsolatban, az az, hogy a középiskolai tanulók oktatási eredményeit Magyarországon 72%-ban magyarázza az, hogy az ország melyik részén laknak, és ugyanez az adat Finnországban 8%. Tehát, hogy lehet olyan oktatásrendszert csinálni, hogy tök mindegy, hova jár a gyerek, a melyik részére az országnak, ugyanannyira jó iskolarendszert kap, meg lehet olyat, mint Magyarország, hogy gyakorlatilag meghatározza a sorsát, hogy hova születik és hol jár iskolába. Tehát ez az igazi katasztrófája az oktatási rendszernek, nem is annyira az, hogy az átlag PISA az aztán nem is annyira rosszra jön ki, tehát például az osztrákhoz képest. Nem. Tehát 2009-ben még egy csomó PISA eredményünk jobb volt, mint az osztrákoké. 2009 igen. Volt az, tehát, és igazából Ausztriában 5-ször akkora bérek vannak, vagy 6-szor. Igazából önmagában az oktatási rendszer nem magyaráz, az átlag, PISA átlag nem magyaráz. Ami magyaráz, az sokkal inkább az belső eloszlása, az egyenlőtlensége. Két dolgot lehet most megfigyelni, ugye március 15-e előtt, meg március 15-én, meg azóta is folynak a pedagógus tüntetések, egyrészt ugye civil oldalról, másrészt szakszervezeti oldalról. Szerinted, amit most látunk, ugye most sztrájkfenyegetettség van már konkrétan, most hagyjuk azt, hogy egyik 15-én, másik 20-án, de ez csak tisztázódik pár nap alatt. Szerinted a civilek lendítették előre a szakszervezeteket, vagy a szakszervezetek módszere jobb? Én mind a kettőt látom, tehát én azt is látom, hogy a civilek bizony lépéskényszerbe hozták a szakszervezeteket, mert kezdtek cikik lenni, de egyébként a szakszervezeteken belül is van egy egészen komoly fejlődés, tehát hogyha mondjuk azt megnézi az ember, hogy a szakszervezeti vezetők előző generációjáról nagyjából azt tudtuk, hogy lopják a pénzeket és dőzsölnek, és igazából nem csinálnak semmit. Ahhoz képest én azt gondolom, hogy a mostani újabb generációja a szakszervezeti vezetőknek, ez a sokkal fiatalabbak és egészen más hozzáállással vannak. Én őket ilyen jóindulatú embereknek látom, tehát mondjuk a... Az kevés. Az kevés, meg persze csomó minden más is kéne hozzá, de hogy én azt látom, hogy ők legalább tényleg szakszervezetet akarnak csinálni, és ahhoz képest, hogy mondjuk az előző generáció ezt igazából nem akarta, én ezt azért egy pozitív fejleménynek látom, és akkor csak a legfelsőbb vezetőkről beszélünk, de mondjuk a helyi vezetők is. Tehát mondjuk az elmúlt pár hónapban volt egy csomó tök sikeres sztrájk Magyarországon. Tehát Audinál például. Miskolcon, a PIK-nél, a Dunafernél, tehát hosszan lehetne sorolni, ahol bizony sikeres sztrájkok voltak. Tehát hogy megdőlt az a szintén ilyen kultúrdefetista nézet, hogy nem érdemes sztrájkot csinálni, meg szakszervezetet, mert semmit nem lehet elérni. Sorra, és nem csak Magyarországon, tehát mondjuk Csehországban az elmúlt egy-két évben 100 000 ember lépett be a szakszervezetbe, és hosszan lehetne sorolni a sztrájkokat, amiket bizony megnyertek. Tehát kifejezetten kezd a szakszervezet egy hasznos dologgá válni, és az emberek ezt felismerik, és leváltják azokat, akik nem arra használták a szakszervezet. Menjünk vissza az oktatáshoz, hiszen most ez van napirenden, most jön, amire a beszélgetés elején mondtam, hogy visszautasíthat, hogy nem vagy jós. Az oktatás ügyében látsz pozitív képet, látod az alagút végén a fényt, hogyha ezek a mozgalmak, sztrájkok, polgári engedetlenségek eredményt tudnak hozni a fennálló hatalommal szemben? Én azt gondolom, hogy ezek hosszú távú folyamatok. Tehát mondjuk, amikor meg szokták kérdezni, hogy miért csinálom például azt, amit csinálok, akkor azt szoktam mondani, hogy tudok mondani 5-6 olyan eredményt, amit mondjuk az elmúlt egy évtizedben nagyon sok munkával, nagyon sok gyúrással, de elértünk. Tehát mondjuk ilyeneket szoktam mondani, mint például azt, hogy 15 évvel ezelőtt az, hogy alacsony a magyar foglalkoztatás, ezt nem ismerte el sem a magyar politika, sem a közgazdás szakma jelentős része, ma ez már közhely. Aztán az, hogy mondjuk az egykulcsos adó az katasztrófa, nagyon-nagyon egykulcsos adó pártiak voltak, majdnem minden politikai oldal, ma már eléggé beláttak. Nem lehet mondjuk akkora költségvetési hiányokat csinálni, mint a Gyurcsány csinál. Tehát, hogy ezek a 11%-os másodlagos és 6%-os elsődleges hiányok, amiket a Gyurcsány csinált, azok katasztrófák voltak. Belátták, hogy nem lehet ilyeneket csinálni, sokkal konzervatívabb a költségvetési politika.
Most például éppen az offshore ilyen, amiről mondjuk 8-10 évvel ezelőtt csak ilyen ezoterikus konspiráció elme, úristen offshore. Ma meg arról szól a világ sajtó, hogy Panama Leaks és minden az offshore-ról szól. Tehát tudok mondani 5-6 ilyet, amit így megtanult a magyar társadalom, és igazából szerintem ezeket mondjuk a holland társadalom megtanulta 300 évvel ezelőtt. Nekünk 25 éve van kapitalizmusunk és demokráciánk, ezeken át kell menni, és én ide sorolnám az oktatást is. Tehát az, hogy a humántőkének milyen elképesztő fontossága van egy gazdaság életében, az szerintem pont ezekben az években tanuljuk meg. Azok a politikusok, akik ebbe belebuktak az elmúlt időszakban, és azért elég sokan belebuktak már, jönnek-mennek az oktatási államtitkárok, és az előző kormányok sem voltak ebben sokkal jobbak. Az a helyzet, hogy szerintem most arra döbben rá a magyar társadalom arra, hogy ez mennyire fontos. Ha ma lenne egy új kormány, például már nem engedhetné meg magának, hogy ne hangsúlyozott a humántőke centrikus legyen. És ez nem csak az oktatás, hanem az egészségügy, a szociálpolitika. Tehát szerintem ez egy tanulási folyamat, ami hát sajnos ugye kicsit rövid ideig vagyunk ezen a földön, és mondjuk ezek az egy évtizedes, másfél évtizedes tanulások hosszúnak tűnnek egy ember életében. De ha én bízok benne, hogy ha egyszer ezt leraktuk, mint pillért, akkor ez utána az már ott lesz. Unokáinknak ott lesz. Még annyit ezzel kapcsolatban, hogy oktatás, egészségügy, szociálpolitikát tudom, hogy ezek veszőparipáid, és én is nagyon fontosnak tartom. Ezeknek nincs minisztériumuk, ez nem lebecsülése ezeknek az ágazatoknak? Ó, dehogy nem. Sőt, ma hallottam éppen, hogy nem, hogy minisztériumok sincsen, de például az egészségügynek parlamenti bizottsága sincsen. Ezt ma hallottam például, hogy nincs parlamenti egészségügyi bizottság. De én azt gondolom, hogy ez botrány. Tehát az, hogy Magyarország az egyetlen ország valószínűleg az egész OECD-ben, ahol ilyen totál zagyva kormányzati struktúra van, ahol nem lehet tudni, hogy ki miért felelős. Ó, abszolút, tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy bizony minisztériumok legyenek, és felelős és elszámoltatható. És tudod, hogy melyik, hogy hívják azt az államtitkárt, aki az egészségügyért felel? Jó, nem. Ez a probléma, hogy igen. Tehát, hogy igen. Én még őszintén szóval sokszor a minisztériumok sem vagyok képes megegyezni, mert mindegyik pedig valami van, nemzet valami, és akkor utána jön valami, de hogy egyszerűen annyira zagyva és átláthatatlan, hogy pedig én ezért érdeklődök ezek iránt, de egyszerűen képtelen vagyok megegyezni ezeket az zagyvát. Oktatás, itt tudom, mert az a Parkovics, abban dolgoztam pár évtizeden keresztül arra, hogy figyelek, de én sem tudom megmondani, ki az egészségügyi államtitkár. Őszintén szóval nem bevallom, vagy nem. Nem volt valami jó indulatú ember, akit lemondottak pár hónappal vagy fél évvel ezelőtt. Nem tudom őszintén. Köszönöm, tanár úr. Ez azért egy liberális klub, mert különböző gondolatok megfordulhatnak és elhangozhatnak, és én ezt tekintem a mi liberális klubunk céljának és eszközének. Annyit azért, mert látok új arcokat is, akik remélem, hogy klubtagok lesznek. Ez egy 12 éves, 12. évében lévő klub pillanatnyilag. Hol itt működött, hol ott működött, most reméljük, hogy itt hosszabb ideig megtaláltuk a helyünket az Aradi utcában. És a jövőnkről annyit, hogy meghívottam a Heisler András, a Magyarországi Zsidó Felekezetek Ütközségének elnöke, akkor Őrsi László az 56-60. Évfordulójával kapcsolatban szeretnénk vele beszélgetni, akkor egy picit vidámabbra fogjuk venni, a padödős lányok megígérték, hogy eljönnek, és nem most találtam ki, de a pannonhalmi főapát urat is már cserkészem, mint egy másfél év óta szeretném, hogyha ő is meglátogatna minket és beszélgetne. A Belvárosi Liberális Klub Facebook oldalán tessék körülnézni, sok minden eddigi beszélgetés felvételei, meg egyéb információk megtalálhatók. Tehát ennyi, hogy Belvárosi Liberális Klub, ez a beszélgetés is ott lesz rajta. És hát azt szeretném kérni, hogy látogassák, akik még nem ismerik a Pogi blogot. Köszönöm szépen, tanár úr. Köszönöm szépen, és a reklámot.